Egyszerre remek szórakozási és sportolási lehetőség a kastély tövében, több mint 140 éves fagyos patinával. A Városligeti műjégpályát 2011 végére majdnem 5 milliárd forintból újították fel, azóta régi fényénél is erősebb reflektorok közt tündököl. Egykor 1870-ben Rudolf Korona herceg nyitotta meg, már a kezdetektől hatalmas lelkesedéssel vette birtokba a Székesfőváros korcsolyázó közönsége, népszerűsége azóta sem lankad, úgyhogy szuper 8-as körök kirándulás következik a műjégre. Vitathatatlanul a világ egyik legszebb műjégpályája a Városligeti. A Hősök tere és a Vajdahunyad vár közötti területen télen nem a Hattyúké a főszerep, mint a tó másik oldalán. Egy szezon alatt 200 ezeren szórakoznak, és még körülbelül ennyien töltik itt a tornaóráikat vagy épp edzéseiket. A tavalyi évhez képest az idei látogatottságunk az jobb, ezt örömmel mondom. Egyre jobban megismernek bennünket, és nagyon örülnek a felújított jégpályának. Azért annyira nem nagy a látogatottság, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de nehéz konkurálni ma a gyerekeknél a televízióval, a számítógéppel, az internettel, de igyekszünk. Amikor a nap eltűnik a színről, átveszi a helyét a hatalmas reflektorpark, felerősítik a zenét és tovább folytatódhat a körözés. Ez legalább olyan izgalmas, mint egy videójáték. A pálya szélén a legkisebbeket oktatja a korizás rejtelmeire Mészáros Andrea. A gyerekek, bukos is, aki ide vagy oda, láthatóan élvezik a csúszkálást. Itt a műjégpályán ugye szabad levegőn vannak, tehát ez abszolút előny, nem teremben sportolnak. Nagyon sok izmot mozgatunk, és hát itt télen is adottság, ugye, legalább a sport. Andrea szerint 8-10 alkalom elég az alapok elsajátításához. Hétköznap délelőttönként az iskolásoké a terep. Az iskolák a testnevelési órák keretében, a mindennapos testnevelés keretében járnak hozzánk korcsolyázni. Ez is egy nagy létszám, hiszen telítve vagyunk minden hétköznap délelőtt. A gyerekeket segíti, hogy a félelemérzetük még nem olyan erős, de azért nem kell őket félteni. Valamilyen szinten veszélyes persze, de hogyha az ember megtanulja az alapokat, onnantól kezdve is figyel azokra, akkor lehet biztonságosan is korcsolyázni. Nekünk itt ez a célunk, hogy ugye biztonságosan korcsolyázzanak a vendégek. Szeretsz itt korcsolyázni? Igen, hát a jeget szeretem, meg a bójákat. Nem szoktál elesni néha? Hát jó, elesek. De nem fáj? Igen, nem fáj. Esni nem csak neki sikerült, ismerjék most meg Esztert és Donátot. 8 év óta először vagyok itt, szóval ez a korcsolyatudás ez nem az igazi, de jó mester. Én 2 éve nem voltam korizni, most vagyok először 2 év után, és hát megyegett. Akkor arra kérlek titeket, hogy most egyből forgókamera mellett fordítsatok nekünk hátat, és indulás, hogy hogy megy 8, illetve 2 év után, hajrá! Hogy ellesek, kivágjátok. Ki? Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem sokára kivágunk egy jelenetet, de addig egy módszer arra, hogy ne fázzon a lábunk korcsolyázás közben. Ez egy sima jégtáncos műkorcsolya, ezt úgy csináltattam rá ezt a védőt, mikor sokat vagyok kint itt a jégen napi 6-8-10 órát, és zokni nem fér a cipőbe, ezért kívülről kellett egy védőburkot képezni rá. Antal szerint minden korosztály képviselteti magát a pályán. Van egy 80-valány éves bácsi, és ő most már ritkábban jár ki, de 87 éves most segítettek súgtak, az Imre bácsi. Imre bácsival nem, de egy 70 felé korcsolyázó hölgyel találkoztunk. Muszáj edzenem, hogy ha lesz unokám, akkor tudjam vinni a jégre. Azt látom, hogy fiatal itt a jég. Hogyne, muszáj, már egy 7 és 69 leszek. Közben hőseink Eszter és Donát lassan befejezi első körét, illetve befejezné, ha nem zavarnám meg őket. Gyertek ide! Ahogy az úriembernek ígértem, az esést kivágtuk. Estem egyet. De az miattunk volt? Igen. Tehát akkor haragszol ránk? Nem haragszom. És a mester szerint hogy ment az úriembernek? Szerintem nagyon jól ment neki. A műjég február végéig tart nyitva. A következő szezontól tervezik a nyitvatartás meghosszabbítását is. Akkor talán a 88 éves Imre bácsival is találkozunk.